Az előadás célja az volt, hogy túlmutasson a legtöbbször emlegetett alkohol és drog problémákon, és felhívja a figyelmet mindennapjaink egyéb káros függőségeire. A Nyíregyházi Járás egészségfejlesztő irodájának vezetője elmondta, a fiatalok körében ma már egyéb addiktív tevékenységek is figyelmet érdemelnek. Szerettünk volna a működésünk során egy olyan konferenciát szervezni, ami kifejezetten a függőségekre fókuszál, és nem az eddig ismert és körbejárt függőségekre, mint például a kábítószerfogyasztás, dohányzás, hanem szerettünk volna új keletű dolgokat megmutatni a meghívott szakembereknek. Nevezetesen ezen a konferencián hallhatnak majd az energiaital függőségről, az internet és a média használatnak a függőségéről, és hát egy újszerű függőségről, amelyet kevesen járunk körbe, de elég sokunkat érint, ez a munka. A túlzott koffein bevitelre a mindennapok gyors tempója és az ebből fakadó követelmények késztetik az embereket, véli a szakember. A stimuláns szerek hatására éberebbé, aktívabbá válhatunk, ugyanakkor a pihenés kihagyásának ára van. Hosszú távon súlyos egészségkárosító hatása lehet a mértéktelen kávé és energiaital fogyasztásnak, hangzott el a konferencián. A koffein tartalma miatt az energiaitalok is nagyon jelentősen előre jöttek a piacon, és nagyon magas az energiaitaloknak a fogyasztása. Tudjuk, hogy nagyon sok vita van a médiában, hogy függőséget okoz, vagy nem, jó nekünk, ha iszunk, vagy nem. Igazából ezt próbáljuk most egy kicsit körbejárni az orvos szemével, vagy az addiktológus szemével, hiszen észrevétlenül is becsempészülik az életünkben a függőségek sorozata. Nagyon sokat dolgozunk, nagyon kevéssé figyelünk magunkra, vásárlással jutalmazzuk magunkat, testedzésfüggők vagyunk, tehát valójában minden olyan cselekedet, ami a normál életbe bele tartozik, egy vékony határ után átmehet kényszeres viselkedés formába, függőségbe. Az ellátogató szakemberek az alapellátásban, a közszférában, valamint az oktatásban kamatoztathatják a konferencián hallottakat.